Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Ez itt a Weekend, és ma nagyon otthonosak leszünk, hiszen elsősorban olyan témákat keresgéltünk, amely valamelyest a lakásunkhoz kapcsolódik, akár a biztonsághoz, akár a lakásvásárláshoz, akár a lakberendezéshez, úgyhogy kiváló szakemberek érkeznek majd hozzánk, és szerintem szinte minden kérdésemre válaszolnak majd. Első vendégünk Pákány Zsoltné Edina, az Otthon Centrumból érkezett. Ingatlan közvetítőként ugye már 6 éve ezen a területen dolgozol, itt beszélgettünk az adás előtt, tehát már a kis ujjadban van a szakma. Hát ez egy nagyon nagy téma gyakorlatilag a lakásvásárlás, ugye, hogy ki mit szeretne vásárolni, első lakást, vagy esetleg már a többediket befektetésnek vásárolja, vagy ténylegesen lakni szeretne benne. Tehát gondolom, hogy tényleg nagyon sok kérdéssel bombáznak titeket a kuncsafjaitok. Próbáljunk most ebben a nagy-nagy halmazban egy kis útmutatást adni. Miért jó egyáltalán, hogyha valaki mondjuk egy ingatlan közvetítőt keres meg akkor, amikor lakást szeretne venni? Jó estét kívánok én is a kedves nézőknek. Tulajdonképpen ez, amikor megérett a gondolat, és ténylegesen vásárolni szeretne valaki, és már belefulladt az internetes portáloknak a keresőibe, mert rájön, hogy nem szűrt hirdetéseket talál, hanem azt, amit éppen előre sorolnak, akkor szokott megcsörrenni a telefonom, akkor szoktam megkérdezni a kedves ügyfelet, hogy hanyadik lakásvásárlása előtt áll, végleges állomásnak tekinti-e majd ezt az otthont, vagy első állomásnak, vagy köztesnek, miből szeretné ezt az ingatlant megvásárolni, mert nem minden ingatlant lehet megvásárolni hitelre és csokra, tehát nekem tisztában kell lennem azokkal a feltételekkel, amikkel ő rendelkezik. Nyilván nem az első telefonbeszélgetésnél, inkább az első találkozáskor, személyes találkozáskor beszéljük át azt, hogy milyen lehetőségei vannak, de mielőtt az első találkozásra sor kerül, az ingatlan halmazt azt meg szoktam szűrni. Nyilván elmondja, hogy mire van szüksége, lakó ingatlanra, tanyára, társasházra, családi házra, ikerházra. Ezen belül megadja a város azon területeit, ahol elképzeli az életét. Ha emeletes házba szeretne lakni, akkor azt is meg szoktuk tőle kérdezni, hogy kizárja a 10 emeletes ingatlanokat, kizárja a zárószintet, ha liftes társasházba megy, akkor hányadik emelettől jó neki, tehát hanyadik emeletig megy el, hogyha van lift, és hanyadik emeletig, ha nincs, és akkor ezeket a mi kis keresőinkbe beírjuk, illetve az erkély nélküli ingatlanokat is le tudjuk neki szűrni, azt is, hogy panel vagy tégla ingatlanba megy-e, és akkor csak azt a halmazt fogja megkapni, amire ő neki valóban az ő igényeihez igazodik. Azt gondolom, hogy ez is egy nagy feladat, és ugye nyilván ami utána jön, tehát kézen fogni az ügyfelet, elkísérni, becsöngetni és különböző lakásokat nézni, tehát azért van gondolom olyan, amikor ez bizony sok hónap, mert hogy nem sikerül rögtön az első lakásba beleszeretni, de úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb feladat az a sok adminisztráció, ami ezzel jár. Tehát, hogyha valakinek van éppen mondjuk készpénze, akkor talán egyszerű a történet, de azért a legtöbben ugye hitelhez, vagy egy másik hitelt kell áthelyezni egy új lakásvásárlásakor, tehát ez meglehetősen problémás. Ti mindent levesztek az ügyfelek válláról? Természetesen, tehát az, amikor én megkérdezem, hogy miből tudja ezt az ingatlant megvásárolni, akkor ő el fogja mondani a rendelkezésre álló keretét, azt is el fogja mondani, hogy ha a hitelt szeretne fölvenni, akkor milyen törlesztő részlet az a maximum, amit be tudna vállalni. Ennek megfelelően ugye nyilván látjuk, hogy akkor hány milliót tud a meglévő készpénzéhez hozzátenni, azt is el kell neki mondani, hogy 20% önerővel minimálisan rendelkeznie kell egy ingatlan árából ahhoz, hogy azt hitelre megvásárolja, és azt is el kell, hogy mondjuk neki, hogyha nem nyíregyházi esetleg az ingatlan, hogy esetleg az a település az elbír-e annyi hitelkockázatot, mint amennyit egy nyíregyházi ingatlan. Most ugye a csók bevezetésével nagyon nagy lett a vásárlás és az építkezési kedv. Mi a tapasztalatotok? Könnyebben jutnak az emberek ingatlanhoz, gyorsabban építkeznek? Egyáltalán milyen a kereslet, milyen a kínálat, milyen lakásokat keresnek elsősorban? Én azt gondolom, hogy
Tehát kétféle csokról beszélünk, ugye a 10 plusz 10-es dologról, és a használt lakásvásárláshoz felvehető kisebb mértékű támogatásról. Én azt gondolom, hogy a használt lakáshoz meg felvehető csokk az, amit inkább igénybe vesznek, ugyanis hát ugye most ez önerőként megfelel, tehát ez a csokk akár fedezheti az ingatlannak a 20%-át, és erre tud hitelt venni. Gyakorlatilag készpénzzel alig kell rendelkezzen, ezzel a használt ingatlanoknak a piaca megnövekedett. Az új építésűeknél csak annyit tudok elmondani, hogy nyilván 10 plusz 10 millió forint nem elég egy ingatlan megvásárlásához, hogyha újat akarunk venni, ehhez általában el kell adni egy használt lakóingatlant. Ezért van az, hogy nagyobb a használt ingatlanoknak a piaca, az újaknak is nyilván, tehát az utóbbi két évben nagyon sok új építésű ingatlant eladtunk, ami előtte nem volt jellemző, de ugye most megint várható ősztől egy kis változás, ugye megint mi is várjuk, hogy hogy reagál erre a piacra, de én azt gondolom, hogy a használt lakáspiacot igazából nem tudja megtörni már semmi. Még egy kérdés, hol vagyunk mi az országos statisztikában, mondjuk a lakásárakat illetően, nyilván Budapesten a lakásárak az egekben vannak, de mondjuk Nyíregyházán mi a helyzet? Hát egy érdekes dolog került elő, ugye országos az ingatlan irodánknak a hálózata, és ugye mindig sötétítik le a megyéket, és akkor a grafikonokat ott látjuk, és akkor látjuk, hogy Pest és Dunántúl, Győr, Sopron környéke, Siófok, stb. Az milyen magas. Most egy kicsit a fejlesztéseknek köszönhetően talán itt is emelkedtek ugye az árak. Leginkább ott azt vesszük észre, hogy a Felső-Szabolcsi régióban is, jelesül Kisverdán az új építésű társasházi lakások négyzetméter ára olyan szinten megemelkedett, hogy utolérte a Nyíregyházit. Hát köszönöm szépen, Edina, ezt folytathatnánk akár holnap reggelig is, rengeteg kérdés, de úgy gondolom, hogy aki szakszerű tanácsra, segítő kezekre, vagy akár egy szinte mint pszichológus szerintem gondoskodtok a lelki békéjéről és az ügyfeleknek, azok keressenek titeket. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Mi is köszönjük a meghívást. És hogyha már sikerült ugye egy jó kis lakást vásárolni, akkor nem árt, hogyha ennek a biztonságára is odafigyelünk, a következő vendégünkkel erről beszélgetünk majd.